Figlio che rasfumano de tamera, ante ruma bachivavo de tamera, me vacio de sabbia, de romenza, sulunca goia de sciai che era A Somogy megyei Mezőcsokonyáról érkezett ez a tánccsoport Pécsre. Idén ugyanis először rendezték meg az országos cigány néptánc és népzenei versenyt. A gyerekek marosmenti hagyományos cigánytáncot adtak elő. Szeretem a táncot azért, mert barátokkal vagyunk, és hát nem tudom, ezt így jónak érzem így magamban. Hát sok próba kellett, hogy ezt így összehozzuk, sokat próbáltunk, sok lépést tanultunk, és hát nagyon jól fog szerintem sikerülni. Sokat kellett azért gyakorolni, mert voltak rontások, de jó volt. A Mezőcsokonyai Cigány Önkormányzat elnökeként dolgozom, és ezt a cigány tánccsoportot alakítottam meg, és azon a néven fut meg, hogy Mezőcsokonya hagyományőrző cigány tánccsoport. De szeptember 1-től a FUND iskola tagjai is lettek, aminek nagyon-nagyon örülünk, hogy a FUND iskola tanítja őket tovább táncolni. A táncosok mellett énekes produkciót is hallhatott a közönség cigány és magyar nyelven is. A versenyzők egyébként mind általános iskolások. Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább nékünk, megátkoztál meg így vettél, örök csavargóvá tettél. Azért hívtuk életre ezt a rendezvényt, mert felszeretnénk térképezni országos szinten, hogy a fiatalok, leginkább a legkisebb, az általános iskolás korosztály hogy áll a hagyományőrzés kérdéséhez, hogy vajon tanítják-e és milyen szinten tanítják nekik a cigány táncokat, illetve a cigány zenét. És ugyanis mi itt a Gandhi gimnáziumban ezzel kiemelten foglalkozunk, hogy mind a nyelvi és a nyelvin túl a zenei táncos, tehát tulajdonképpen az összművészeti ágakat a cigány hagyományőrzés és népi, a cigány folklór tekintetében ezt megőrizzük, és tovább vigyük, és tovább fejlesszük. És nagy örömünkre 26 jelentkező van a versenyünkre. Hát a vírushelyzet kicsit megmutatkozik már itt is, hiszen a 26-ból, ha jól tudom, 3 versenyző nem tudott eljönni már, de reméljük, hogy itt még az utolsó pillanatban ezt meg tudjuk ejteni, és egy emlékezetes rendezvényt tudunk nyújtani a fellépőink számára. Leginkább Somogytolna, Baranya megyéből, illetve Pécsről, nyilván a távolságok is azért adottak, de a Budapest környékéről is érkeztek fellépők. Tehát igazából országos a fesztiválunk, ugyanúgy, ahogy az iskolánk is országos beiskolázású, de hát természetesen ahonnan a legkönnyebb azért ide érkezni, úgy választják ezt a versenyt. A hagyományok ápolását már kiskorban el kell kezdeni, véli az iskola fenntartójának ügyvezető igazgatója. A népzenei és néptáncverseny célja, hogy az általános iskolásoknak bemutassuk a Gandhi intézmény rendszert és általa nyújtott lehetőségeket, és az összes mai rendezvény, illetve hasonló rendezvényekkel az is a célunk, hogy minél többen tovább tanulhassanak nálunk, és hosszú távon gandhis diákok legyenek és nálunk érettségizzenek. Azért fontos a hagyományok megőrzése és fenntartása, mert ez kovácsolja össze azt a közösséget, amire az egész Gandhi intézményrendszer gyakorlatilag igazából épül. Tehát ezt minél korábban el kell kezdeni, hogy utána nálunk a gimnáziumban ezt folytatni tudják, a zenét, a táncot, és ez összefügg természetesen a tanulmányi eredményekkel is. A jelentkezők színes produkciókkal készültek a versenyre, marosmenti hagyományos roma táncokat adtak elő szólóban és csoportban is, vagy éppen cigány és magyar nyelven énekeltek népdalokat.